אנחנו קוראים בספר זוהר לעם בכרך ד', Tehát mi az Zohar mindenkinek könyvben olvasunk, kettes fejezetéből a tengeri szörnyetek. Kérdéseket küldeni a kabatében keresztül a kiválasztott tehát Zohar mindenkinek négyes kötet. Mondják a héber oldalszámot. Gyere a fáraóhoz. És ne azt kéne mondani, hogy menjél a fáraóhoz. Azonban ő megadta a Mosénak azt, hogy kéz a kézben haladjanak, és együtt menjenek a tengeri szörnyeteg elé, amely különböző szinteken nyilvánul meg. És a nagy szörnyeteg az a kapnak alá szörnyeteget. Mózes félt, és nem merte megközelíteni a szörnyeteget, csak a Nílust, és a szörnyeteget önmagát, amely nem jött ki a Nílusból, mivel ő látta, hogy a gyökere a felső erőkben leledzik, a felső világokban. 78-os pont, és a teremtő látta, hogy Mózes félt, és semmilyen más dolog nem jelent meg az égből, amit meg kellett volna közelíteni. A teremtő pedig azt mondta, én valóban ellen vagyok Egyiptom királya, nagy szörnyetek, aki a folyó közepén fekszel. A teremtő pedig egy háborút indított ellene, de más ellen, hogy írva volt, én nem semmisítek meg mást, és a bölcsesség magyarázata a szörnyeteg ellenében azt jelenti, amelyik a Nílus közepén fekszik, hogy azok, akik valóban az úton haladnak, akik ismerik az ő mesterüknek az erejét, azok tovább tudjanak haladni. 79-es pont. És Isten egy hatalmas szörnyeteget teremtett, amely neki megvan a női része is, és írva van a Jud beti nélkül, ami azt jelenti, hogy megölte a Jud nélkül a női részét, és ilyen módon a teremtő fel tudja emelni az igazakat, mert csak egyetlen hatalmas szörnyeteg marad, amely úgy is ismert, hogy tiszta hallá változtatható. Tehát ez az Leviatán, akinek a női része valóban egy nagyon magas gyökerű, ez azért van így, mert a tenger, a malkut, az a hokmának a megnyilvánulása, és ez a legfontosabb minden teremtmény számára, hogy a tengerben lakozhasson a hokmában, ami maga a tenger, és bár ő nem tudja a hokmat megváltoztatni önmagában, azonban a bína segítségével visszatérhet a hokmába, a bal vonalához, amelyet a surukpontnak is nevező. Ezért írva van, hogy a teremtő egy hatalmas szörnyeteget teremtett, amely a bínában van, a briában, a teremtésben, és nyilvánvalóan a malchut acilut, ami a tenger maga, hanem sokkal inkább egy helyet teremtettek a bria világában, amely kívül van az acilutban, a malchut acilut alatt, amely a Nílusnak tekinthető. Azonban, hogyha ők a szentséget formálják meg, akkor miért voltak megölve, hiszen a nukva azonnal meg volt ölve a nő a szörnyetek oldaláról, ahogy írva van. Ő valóban a tengerben lévő szörnyeteket egyedül hagyta, mivel a megölés azt jelenti, hogy lenullázzák az ő szintjét, hogy visszatérne az acélodba. A korrekciónak a végén pedig mind a világ, három világ, a bia világa jel lesznek törölve, és vissza fognak térni az acélodba. De, hogyha ez szükségszerű lenne megölni a nőt, akkor a világ nem lett volna lerombolva, akkor a teremtő miért ezzel kezdte? Végső soron ez a meggyilkolás valóban az ő szolgálatára vonatkozik csak, és nem tudnak együtt felemelkedni úgy, hogy az igazak lelkei le tudják őt győzni. 40-es pont. És a nagy szörnyetek, amelyik a női részt is hordozza,
túlélte, és a Nílus tetején lebegett, amely megfelelt a Habat Hagat 9 firájának, és a Nílus, amelynek a vize még mindig a Keter, és a víznek az áldása a kertből, amely a Mandáció, háromszor állt ki egy évben, és ezek a három vonalat testesítették meg, amiről mondva volt, hogy háromszor évente mindent eláraszt a víz. Ha csak kétszer jelenne meg, akkor csak két vonal, a bal és a jobb emelkedne fel, és a Nílus áldása nem lehetne erős, mert a középső vonal hiányozna. És ha csak egy jelenne meg az áradásból, bal vagy a jobb, ezben minden áldás hiányozna. És ilyen módon a keterből szerezhető meg a felső három szférán keresztül a középső vonal. 41-es pont, ez a szörnyeteg, amelyik a Nílus keteréből árad ki, folyamatosan kap erőt a Nílustól, és él el majd Vahud Dacilutba, a tengerbe, ahol valóban egy több halfajt elnyel, amelyek a szinteket jelzik a tengerben, és elnyeli őket, és ezáltal teljesé válik, és vissza térni a Nílusba. És a Nílusnak ez a 9 szfíráján keresztül bőséget kap, mert ő megkapja az állóvíztől, a Nílustól, az ő keterétől az erőt, és a Nílus körül különböző fajta fák és bokrok nőnek, és füvek. Ez az első, a Nílus maga a keter, 42-es pont. A Nílusnak a kiáradásának a szintje három vonalban testesül meg, belefoglaltatva a bal vonalba, amely a bal oldalon emelkedik föl. Egyet tartalmas csőben, a Yesod de Zerampinban, amely kiterjed, és minden cseppje a három cseppből áll össze, így 9 csepp jelenik meg, és ez mind a közös Nílust adja ki. Ez a 9 Nílus, amely fokozatosan erősödik, és körülfolyja az összes égboltot, azaz a második megszorítás kötelékét, a Tincu Bete. 43-as, miután ez a kiterjedésnek a munkája befejeződik, mi marad ezekből? A kettes a hokma ereje a bína felett, amely nem tud kiterni három vonalon, hanem egyszerűen egyetlen csebben terjed ki, és új Nílussá válik. Ez a csendes Nílus, az álló Nílus, vagy mozdulatlan Nílus, 44-es. A Nílus, amely a Yesod de Zerampinból lép ki, amely kiterjed és kiárad, használva az áldások összes cseppjét a jobb oldalról, amikor ez adakozni kezd a Malkut felé a három vonalon keresztül, belépve a teljes jobb oldalat, ami marad ezekből a cseppekből, amit nem léptek ki vele, az a bína feletti szférákra is igaz, amely három vonalban terjed ki, egyetlen csepp pedig ebből az áldásból megmarad, amely majd csendesen emelkedik föl, és a csendes Nílusban cseppen. És a csendes Nílus az a jobbnak az illuminációja, de mégis az a legfontosabb Nílus, 45. Amikor ez a négy folyó kiárad az édenkertből, és elszeparálódnak, akkor ezt a folyót Pisonnak nevezzük, amely belefolyik a csendes Nílusba, az álló Nílusba, és a részévé válik, és ilyen módon Vavelnek a királysága be lesz foglalt ebbe a folyóba, a Pisonba, amely Vavel királysága. Pison az pedig az első rossz vagy fej a négy folyón kereszt folyón, és az a négy malkujót, ezért Pison az Vavel maga, és minden más Nílus csak is ezen a
álló nílusok keresztül érzékelhető. 46. Ezért minden egyes nílus valóban, minden egyes nílusban egy mester úszik, és van egy szörnyeteg is mindegyikben, ezért 9 szörnyeteg van, amelyiknek a feje kilátszik. Azaz, neked a tengeri szörnyetek fejét kétszer zúznod a vívben, még ha ez egy hatalmas szörnyetek is, ez azért van, mert a hatalmas szelek felülről lefelé fújnak, és nem fordítva. Ezért ők megkapják a középső vonalat, amely meghatározza a jobbnak a ragyogását, amely felülről lefele fog kiterjedni. És az ő illuminátorjuk, az kizárólag alulról fölfel tud ragyogni, és a szörnyeteg megkapja a balnak az összes illuminációját, ezért az erős szét, az csak felülről lefele fújhat, és nem fújhat. Ezért mondjuk azt, hogy minden az ő kezében van, és nyilván a Maszak de Hirig a középső vonalon, amely lecsökkenti a gárt bennük, és ez a jelentése annak, hogy te lezúzod a fejét a tengeri szörnyetegnek a gádlut idejében, amikor a szűrő leereszkedik a bínától a saját helyére, és a fej teljes egészen megmarad, mivel a gádlut nem ragyog felülről lefele, ezért kiállnak a gárdegár része, amely miatt az egész a fejében marad, még a hatalmas szörnyetegnek is. Negyvenhetes pont. És a kezdetekben az Isten megteremtette. És Isten megteremtette a hatalmas tengeri szörnyet, amelyek ugyanazt a telést használják, és ez megmutatja a külső megjelenésében, az aktív teremtésben, hogy a 10 nílus hogyan nyilvánul meg, amiben egy szörnyeteg úszik a szél ellenében mindegyik nílusban. Ezért mondhatjuk azt, hogy a világ minden 70 évben megremeg, meg az egyik hatalmas szörnyeteg megrázza a világot, és minden, ami a nílusban volt, megrázásra kerül, az egész világ megrázza ez, és a világ sokkolva lesz beleértve ezeket a nagy szörnyetegeket is. Tehát tudjuk, hogy a Leviátán szintje hogyan alakul. Ő a nagy szörnyeteg, amely a bal vonalon kiterjed. Ez a hokma kizárólag akkor jelenik meg, amikor a Malhut szférájában felemekedik ez minden szinten. Ez a kekek közötti küllő, és valóban minden 70 évben ez bevezetésre kerül, amely a 70 szférája Hagat Nehimnek, amelyből egy a Malhut. És azt is tudnotok kell, hogy a kiterjedése a hokmának, az az ítéletekből árad, ahogy írva van. A világ le van sokkolva minden 70 évben a Malhut illuminációja által, amely felemelő annak mértékében, hogy hokmát tudjon árasztani, és ez sokkolva lesz a hokma útján, amely az ítéleteket vonza majd be. Ezért ez meg lesz rázva, amikor magára vonják az erőket, mert mindegyik őjük bele lesz foglaltatva ebbe, és hatalmas bőséget is kapnak mindebből, és ezek mindannyian meg lesznek rázva. 48-as pont, 49-es, és a Föld még formátlan volt, és azok a kevesek, akik tudták, hogy hogyan kell az aktív teremtést a hatalmas tengeri szörnyeteg ellenében megmosdani, azok látták, hogy az egész világ ezen a hatalmas szörnyetegen keresztül lett megteremtve, és meg kell, hogy értsük, hogy ezek hogy jelentek meg a teremtés teljes szélességében, mert ez maga a hokma, ahogy írva van, a bölcsesség meg mindegyiket hagyta megteremteni, és a hatalmas szörnyeteg az a hokmának az ereje, amely szükségszerűen mindent kiterjeszt, sőt,
Pontosan ezáltal, amely a Malhut jelenik meg, a hokmának a ragyogása, amely kizárólag a Malhuton keresztül nyilvánul meg, 50-es pont. És a Föld formátlan volt és üres előzőleg, azaz a korrekció előtt, megkezdése előtt volt formátlan, azért, mert ez az első 9 nílus, ami be tudott lépni a nagy szörnyetek, ez valóban a hokma kiterjesztésével volt meg kiterjedve, és a világ minden sarkából összegyűjtötte az uralkodó erőt az edények törése idején, és ezzel egy időben a szikrák, melyek az ítéletet képviselték, kiléptek minden oldalról belőle. Most azonban a hatalmas szörnyetek felemelte ezeket az ítéleteket bennük, ezért, mivel a hokma minden ítéletet magában foglal. 51-es pont. Ezek a hatalmas szörnyetegek, a többi szörnyetek azonban nem így nyilvánultak meg, mert az ő ragyogásuk az nem azonnal vett rész, jelent meg bennük, ezért nem is léteztek bennük a fény, az ő erejük elgyengült, és nem tudták lerombolni a világot, kivéve egyszer, minden 70 évben, amikor valóban a nagy szörnyetegnek az erejét megnöveli, a fény, és ez a nukva, amely velük él, mert különben a világ nem lenne képes ellenállni nekik, a nukva által, a hokma megjelenése által azonban, a Malhut szfírája ellenáll, és ez azért van így, mert a két vonal, a jobb és a bal, amikor felemelkedik, akkor vita alakul ki kettők között. Hogyan alakulhat ez ki, ha nem alakult volna ki, a világ lerombolott volna. Azonban ebből megszületik a középső vonal, amely lecsökkenti a bal vonal erejét, tehát kizárólag felülről lefele tud ragyogni, és a ragyogás alulról fölfele. Az úgy tekintető, mint a Malhut női fénye. Rav. Kapcsolatban vagyunk, fiúk, mondja Rav. Ezért a hokma, amely a bal vonalból árad ki, nem tud ragyogni a felső kilencem, a férfi fényeken, amelyek felülről lefelé jelennek meg, csak a Malhutban, amely alulról fölfelé ragyogtatja ezeket, amely Vagdegárnak tekinthető, és a Malhut minden egyes 70 évben alkalmaz ezeket a fényeket, bár valóban ő úgy volt megteremtve, mintha soha nem lenne képes megtartani. Az azért van így, mert az ő ragyogásuk a hokmában soha nem jelentne meg másképp bennük, mivel a hokma nem tudja megjeleníteni a felső kilencet, akinek az ereje elgyengül a középső vonalon, amely csökkenti a fény, a férfi fényeket, a hokmának a ragyogását, hogy megakadályozza a két vonal között a vitát, a bal és a jobb között, tehát hogy a világ valóban ne legyen a vita által lerombolva, hanem minden 70 évben egyszer intenzifikálja a Malhutnak az erejét, mivel a fény a Malhutban jelenik meg, amely megkapja a hatalmas szörnyetektől a fényt, és alulról fölfele ragyogtatja azt. Ez azért van így, mert a nagy szörnyeteg a hokmának a teljes fényét hordozza, ez kizárólag a Malhutján ragyogtatja, alulról felfele, és így a Vagdegár jelenik meg. A férfi pedig kizárólag a nő és a férfi közötti egységen keresztül tudja ezt a két fényt egyesíteni. A nukva nélkül, a női rész nélkül, ez úgy tekinthető, hogy vaggár nélkül. Ezért, mivel a középső vonal lecsökkenti a gár, a bal vonalnak gárfényét, a Massac de Hirigen keresztül, ez megöli a nukvát a keréken belül, amely hatalmas szörnyeteg, és ilyen módon a férfi rész nő nélkül marad, ami Vagdegár,
és ez kizárólag felülről lefelé tud ragyogni. Ez a lecsökkentés szükséges, mivel ezáltal a középső vonal kibékíti a balt és a jobbat, és ez szükségszerű volt, hogy megöljék a nukvát, tehát felemeljék az acélút fölé, és akkor kiderül, hogy a kilenc szörnyetek az valóban a nagy szörnyetektől kap fényeket, amely egy női erő, női fény, és ilyen módon a nukva a kerekekben a Masak de Hirig által a közös vonalon megnyilvánul, amit teremtőnek fogunk nevezni. 52-es pont. Addig, amíg a teremtő meg nem öli a nukvát, a világ nem volt megformálva, nem volt megformálva, de miután megölték a nukvát, a világ üressé vált, azaz elkezdett létezni, és a sötétség pedig megjelent a mélységek felett, mivel a cselekedet, amit ő végrehajtott, így tárult fel. Én azt ajánlom, hogy fókuszáljatok erre, amiről beszélünk. Ezen az a körülbelül fény szempontjából rendkívül erejű magyar. Tehát nyilvánvalóan, amikor kialakul a béke a két vonal között, és összekapcsolja őket egyiket a másikba, először van az első megszorítás, a másik, a szűrő a második megszorításból, amely a haszadónak a szintje, amely egyesíti a két vonalat egymásba. Tehát két dolog van itt mondva a nagy szörnyetegről. Az első, hogy ő megölte a nukvát, a feleségét, a második pedig, hogy a fejének, a férfinek a fejét is bezúzta, csapásokat mérve a fejére, hogy írva van. Tehát neked a szörnyeteg megtámadja a vizekben a fejedet. Ez azért van így, mert valóban kétfajta szűrő jelenik meg az első megszorítás után, és a második megszorítás által, amely a Masak de Hirig, a közös vonalnak a felemelkedése, és az első megszorítás Masakja az megöli a nukvát, a nőt, a hatalmas szörnyeteget, és a második megszorítás szűrője pedig bezúzza a Zahárnak, a férfinek a fejét. És ahogy írva volt, az ország megformálatlan volt egész a technik, amíg a teremt, ami felemészett a nukvát, azaz az első mesítást állam rakta, ami a felkészülése arra, hogy az első mesítás szűrője a középső vonalat kialakítsa, és amikor a középső vonal kiterjed az első megszorítás szűrőjén, amely megöli a nukvának a szörnyetegét, és a zivó megjelenik a ruhak magasságában, akkor az ország meg van édesítve ezzel a szűrővel, amit ürességnek nevezünk. Ez pedig kizárólag a ruhak szintje fölött létezik, ami az első megszorításnak a szűrőjét felmeri, mivel a fény eltűnik, és nem ragyog. És ezért sötétté válik. Majd pedig ez a sötétség elmozdítja a második megszorítás állapotát, amely azt jelenti, hogy a bín minden körülmények között elérhetővé válik a második megszorítás szűrőjén keresztül. Tehát mi meg kell próbálnunk összekapcsolódni, magyarok, hogy a kapcsolati irányba tudjunk haladni, és lássuk, hogy az erőfeszítéseink által hogyan építjük ki azt, amit az, amiről a Zohar beszél. Valóban így van ez, magyarok. Tehát így stabilizáljuk az erőfeszítéseink keresztül a kapcsolatot. Te mit teremt a teremtő? Ő lerombolta a szörnyeteknek a fejét a második megszorításon keresztül, a cincumbeten keresztül, amely a Mahot szűrőjének a felemelkedés a bínához, és ilyen módon a gárda bína eltűnik, és az összes szint a bína alatt, amelyeken a szörnyetek léteztek. Tehát látjátok, hogy itt egyszer
a men betűt, egyszer pedig a nun betűvel írja ugyanazt. Tehát a nő és a férfi, ugye? Ugyanaz a szörnyetegnek a neve. Az elrejtése a szörnyetegnek, amely a gár de binán keresztül érkezik, amely az ő gárja, és az a szörnyeteg, ami körülölő, mivel a malchut a saját helyén van alul, az nem tud ragyogni. Ez a mélység szörnyetege. Ezért amikor a malchut felemelkedik a binához, ott a ruach szintjét ragyogtatja, ahogy írva van, és Isten szelleme lebegett a vizek felett. Ezért a kígyó, amely körülvette őket, megragadta a szűrőt a második megszorításból, amely a ütés mérte a fejre. De az első megszorítás szűrője miért nem ragyogott? Azért, mert az hatalmas szörnyeteg az megállította a szélnek az érzését, a ruachot, ezért nem tudott alulra hatolni. Mivel a ruhának a szintje, amely felemelkedik a szűrőn, ami az első megszállás szűrője, az alkalmatlan a gár megszerzésére, és írva van, hogy ez a hatalmas szörnyeteg, ez az első megszállás szintjéig emelte fel a szeleket, azaz soha ezért a fény megszerzése teljesen alkalmatlan, amikor a ruach alul. Ha a malchut nem édesíti meg a bínát, akkor soha nem történne meg, azaz a szél, a ruach, az keresztül kell, hogy áramoljon ezen, azaz, ha nincs a szinteken belül következetesség, akkor valóban nem érdemelte ki a felsőbb szintet, és ez a ruach az első megszólítás után egy állandó szinten van beállítva a ruach tekintetében, amely az első megszólításnak a ruach szintje, alkalmatlan bármely más magasságba emelkedni. 54. Egy másik ruachnak kell megjelennie felülről, a ruach, amely a szűrő, a második megszólítás szűrője keresztül emelkedik föl, és ehhez valóban magával foglalhatja ezt a szélt, amely az első megszállás szűrőjét is felemeli, és akkor lenullázza azt, ahogy írva van, hogy Isten szelleme lebegni fog a vizek felszíne felett, és ez azért van így, mert a ruhaknak ez a szintje a második megszállás szűrőjén keresztül soha nem fog fix lenni, hanem föl le fog emelkedni, hogy tanuljuk a teremtő, a szél szeletemel a szél ellenében, ruachot a ruach ellen, és így teremte a világot. Tehát ameddig az első megszállításnak a ruachja uralkodni tud, addig nem lehetett volna megteremteni a világot, ezért a második megszállítás ruachja megjelent és megteremtette a világot. Oké, mondja rá. Menjünk át a következő részére, a tíz fület tanulmányában. Csodás cikk volt.